bazdák, mindenki Necrozim vagyok, jön egy kis Warframe, és amint láthatjátok, a cím az időgazdálkodás. Biztosan voltatok ti is így vele, hogy bekapcsoltátok a Warframe-et, és mondtátok, pakker, mennyi szart kell csinálnom, és azt se tudom, hogy hol kezdjem, és amire a nap végén befejezted a játékot, úgy érezted, hogy semmit sem haladtál előre, és hogy semmi sem történt úgy, ahogy te eltervezted és szeretted volna. Na, ebben szeretnék nektek segíteni, egy-két tippet adni, hogy hogyan birkózzunk meg a Warframe hatalmas világával és sok-sok tennivalójával, főleg kezdőbb szinten, de azért haladóbb szinten is sokszor tényleg érezzük azt a nyomást, hogy Jesszus Mária, mennyi mindent kell csinálnom, és azt sem tudom, hol kezdjem, és emiatt sokszor lehetséges, hogy elmegy a kedvünk a játéktól, és úgy belegondolsz, amikor bakker, mennyi mindent kell csinálnom, ezzel le vagyok maradva, azzal le vagyok maradva, bejött az új Prime, és már azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. És ja, ezt szeretném egy kicsit így letisztázni, hogy hogyan haladjunk célzottan célok felé a Warframe-ben, és hogy a nap végén, amikor így befejezzük a játékot, úgy érezzük, hogy hú, ez tök jól ment, és most tök jól haladtam, és valamit végre előre mozdult az egész, és azért más kedvel kezdesz el játszani másnap a játékkal, mert tudod, hogy valami történt. És az egyik legfontosabb dolog, amit meg tudok veletek osztani ebből a szempontból, az nem a játékban kezdődik, hanem a személyes életünkben. Szóval, mire gondolok itt? A játék az egy szórakozás nekünk, ugyebár egy kikapcsolódás, egy időkikapcsolódás, ám ugyanakkor egy olyas valami, amiben szeretnénk jók lenni, minden játéknak van egy fokú kompetitivitása, és szeretnénk napra készek lenni ezzel a játékkal is. Hiába ülünk le kikapcsolódni és élvezni azt a bizonyos játékot, ha nincs meg az az érzet benne, hogy mi toppon vagyunk ebben a játékban, akkor frusztráltak leszünk. Ugyebár, na most a frusztráció valójában nem a játéktól jön, hanem inkább attól, ha valamit nem fejeztünk be a személyes életünkben. Tehát mire gondolok itt? Diák vagy, nem csináltad meg a házi feladatodat, és tudod, hogy holnapra meg kéne csinálni, de leültél Warframe-ezni, vagy leültél bármit játszani. Melóba tudod, hogy nem fejeztél be egy munkát, pedig be kellett volna fejezni, és a főnököd már a nyakadra néz, de leülsz játszani. És hogyha leülsz olyankor játszani, amikor valamit nem fejeztél be arra az adott napra, tehát nincs meg az a nyugodtság a fejedben, hogy na igen, ma a személyes életemben jól csináltam, ma jól teljesítettem, ezért megadhatom magamnak azt a jutalmat, hogy leülök és egy kicsit játszani. Hogyha ez nincs meg egy kis mértékben sem úgy a mindennapjaidban, hogy na, most valamit csináltam, bevetettem az ágya, megcsináltam, rend van a szobámba, a melomba jól haladok, a suliba megszereztem ezt az ötöst. Szóval most így általánosan nézve, ha nincs meg ez, hogy a személyes életedben is jól teljesítesz, akkor a játékban sem fogsz jól teljesíteni, és az frusztrációt fog kiváltani, amit majd hatással lesz a munkádra, a tanulmányaidra, a mindennapi életedre, a barátnődre. Szóval egy nagyon-nagyon fontos része annak, hogy jók legyünk, és jól menedzseljünk egy játékot, az, hogy a személyes életünket is jól menedzseljük. Amíg ezt nem játsszuk le a személyes életünkben, addig a játékokban is a féle közepes szintet fogunk maximum tudni megütni. Na, most, hogy ezt tisztáztuk, akkor rátérünk arra, hogy Warframe, és a Warframe-ben hogyan tudjunk célzottan elérni dolgokat. Én ezt a módszert követem nem csak játékban, hogy őszinte legyek, hanem a személyes életemben is, és nekem sokat segít, remélhetőleg nektek is. Nos, a legfontosabb kérdés a Warframe-ben, amikor bekapcsolod a játékot, kezdő vagy, nem kezdő vagy, mindegy. Az egyik legfontosabb kérdés, amit feltehetsz magadnak, hogy mit szeretnék. Kezdőként több mint valószínű, hogy nagyon elveszett leszel, viszont a játéknak van egy
hogy is mondjam, egy ilyen útmutatása, egy nagyon enyhe, de látható útmutatása, kezdőként a legcélszerűbb ezt az útmutatást követni, de úgy, hogy nem térsz le arról a bizonyos útról. Tehát ki van jelölve neked egy fő küldetés, és azon a fő küldetés szálon végigmész, azon a bolygókon végigmész, addig és addig mész végig rajta, amíg be nem fejezel egyet a kezdettől a végig. Tehát nem csapongsz ki, hogy neked útközben megtetszik egy másik frame, hanem fogod és befejezed ezt a küldetést. Ez mit fog eredményezni? Ez azt, amire befejezed a küldetést, megeshető, meg lesznek már azok a nyersanyagaid, amire szükséged lesz ahhoz, hogy befejezd azt a legyártást, hogy megcsináld azt a küldetést, de a lényeg az, hogy amit elkezdtél, az fejezd be. Na most azoknak, akik haladóbbak ezen a szinten, és felteszik maguknak ezt a kérdést, hogy mit szeretnék, és akkor felteszed magadnak egy új kardot, szeretném azt az új kardot, azt az új fegyót, azt az új Prime Warframe-et. És akkor ugye itt jön a kérdés, jó, de az nem olyan egyszerű, például a Prime Warframe-eknél lehet, hogy nem lesz relikem. Mindjárt rá fogok térni arra is. Szóval, szeretnél egy új kardot, vagy szeretnél egy új fegyót? Mi kell ahhoz, hogy elérhess azt az új fegyót, azt az új kardot, ugye? Kell egy blueprint, és kellenek nyersanyagok, most, hogyha nem egy Prime-ról van szó. Kell egy blueprint, kellenek nyersanyagok, és ez sokszor, például most, hogy bejött a cetus, elég macera lehet, de a lényeg az egészben, hogyha tudod, hogy mi kell, és megint csak ráfókuszálok erre, ha tudod, hogy mit szeretnél, akkor fel kell tedd azt a kérdést magadnak, hogy hogyan jutok hozzá. Hogyha elérhető neked, elmész, kiváltod a blueprintet, és fogod, és elmész, és kifarmolod azokat a nyersanyagokat, amik szükségeltetnek ahhoz, hogy legyársd azt a bizonyos kardot, de útközben nem tész le a célról, mert hogy van egy olyan alert, kivéve persze, hogy egy orokin katalizt reaktor, vagy valamilyen alert, ami rettenetesen szükség van, nem térsz le, hogy majd ezt is farmolsz, meg azt is farmolsz, azt is, ha addig mész, hogyha 2 napodba telik kifarmolni a nyersanyagot egy új fegyverhez, akkor 2 napodba telik, de soha nem térsz le arról az útról, hogy kifarmold azt a bizonyos fegyvert, hogy kifarmold azt a bizonyos warframe-et. Ezt azért mondom, mert a warframe egy úgynevezett, mondhatnám azt, hogy egy órás játék, tehát egy pár órán belül megad neked mindent, amit szeretnél. Na most, és ez halál komoly, tehát nem kell túl sokat játszanod a Warframe-en, és ez a jó benne, az, hogy elérd azokat a bizonyos célokat. Ha például nincs feloldva az a pálya, ahol megtalálható az a nyersanyag, ami neked kell, akkor az első célod, ugye, hogy hogyan érheted el, hogyan jussz hozzá az a dologhoz, fogod magad és feloldod magad egészen a pályákkal addig, ameddig elérhetővé válik az a nyersanyag, és amikor odaérsz, akkor kifarmolod azt a nyersanyagot, ami kell ahhoz az adott fegyverhez, de addig nem térsz le az útról, hanem tényleg szépen kifarmolod, és egy pár óra alatt, ha van pár órád, akkor el tudod érni azt a bizonyos célt. Ha nincs például annyi, amennyi órád van, vagy annyi perced van, igazából annyit játszod, de sose tél le arról a bizonyos útról, amit kijelöltél magadnak. Persze, ezek úgy csináltuk, hogy nektek jól esik, csak javaslat. Mi van ugye a Prime dolgok szempontjából? És ugye ott jön a macerám, mert azokat is farmolni kell, a relikeket farmolni kell, ezeket farmolni kell, és a random dobálja őket. Na most természetesen elmehetsz reliket farmolni, és az is azért egy kicsit idő megerőltető, de mégis talán mi lehet az, amit a legjobban feltehetünk magunknak, ugye mit szeretnék? Szeretném az új Limbo Prime-ot, oké. Hogyan érhetem el a Limbo Prime-ot, mert hogy egyelőre elérhetetlen stádiumban van, mert nincs se relikem hozzá, nincsen semmi hozzá, tegyük fel, és valahogy kéne csinálni. Én ilyenkor felszoktam magamnak tenni azt a kérdést, hogy hogyan keresem meg a platot arra, hogy esetleg megvehessem a Limbo Prime-ot. Szétnézek a relikjeim között, szétnézek a Warframe Marketen, és igazából elkezdem kifarmolni például azokat a relikeket, amik nekem van, és rászánok egy napot, vagy valamennyi órát arra, hogy trédeljek, és ajánlom mindenkinek szeretettel a Warframe Marketet, tényleg nagyon jól működik a dolog, és rászánok egy napot arra, hogy trédeljek, és sose lehet tudni, egy pár órán belül megkereshetem az árát annak a bizonyos
Limbo Prime-nak. Szóval, de a lényeg az, hogy fókuszáltan akkor azon a napon csak azzal foglalkozom, hogy megszerezzem azt a plat összeget, és a minden játék, amit játszom, minden pálya, amint vagyok, minden küldetés, amint vagyok, arra fókuszál, hogy megszerezzem azt a plat mennyiséget, kifarmoljam azt a Prime értékesebb cuccot, amit el lehet adni, és most a relik rendszerrel, a relik rendszer annyiban talán előnyösebb a régi Tower kulcsos rendszerrel szembe, hogy mivel hogy ritkán dob mindenféle reliket, ezért az értékesebb, ritkán eső cuccokat könnyebben el lehet adni, még akkor is, hogyha mit tudom én, egy kevésbé értékes Prime Warframe-hez vezet, mondjuk, mint a Hydroid-nak, de a Hydroid System talán azt hiszem, az ritkán dobja, még így is el lehet adni, mivel hogy a reliket magát ritkán dobja a játék, és szüksége van az embereknek ebből a szempontból. De addig, amíg mondjuk meg nem szerzem azt a 200 platot, amibe kerül a Limbo mostanában, addig nem térek le erről az útról. Na most, és amit észrevetjük, hogy így játszunk ezzel a játékkal, addig észreveszünk, hogy annyi pályán és annyi küldetésen megyünk keresztül, hogy a nyersanyag és pénz mennyiségünk is elkezd felépülni. Miért mondom ezt? Mert ha fókuszáltan megyünk egy adott cél felé, az azt jelenti, hogy nem használunk fel addig nyersanyagot, nem használunk fel addig pénzt. Tehát van a játék ad egy kis időt arra, hogy felgyülekezzen az a kredit mennyiség, nyersanyag mennyiség, és szépen lassan-lassan mindenből elkezdesz gyűjteni. Természetesen a Warframe-nek vannak időszakai, amikor vannak a dupla hétvégék, és olyankor érdemes venni egy-egy boostert, és nekifogni, és azon a dupla hétvégén, dupla nyersanyagot drop hétvégén adni neki. És mindenből, ami nehezebben eső nyersanyag, azon a nap mondjuk egy órát szánsz Polymer Farmra, egy órát szánsz Neuroz Farmra, most mondtam valamit, egy órát szánsz Cetuson, hogy körbe menjél, és ahány perced, órád van a játékra, fogod magad, és hogy óránként át-át ruccansz, és egy kemény nyersanyag a farmot tartasz, egy négyszeres drop boost-tal, szóval azért az nem jön rosszul. És így, hogyha egy ilyen hétvégén túl vagy, hogy ilyen masszív farmolás nyolc, akkor nagyon-nagyon-nagyon hosszú ideig semmire nem lesz szükséged nyersen a téren, és még jobban fókuszálhatsz arra, hogy elérd azokat a bizonyos prime cuccokat, vagy plat cuccokat, vagy akármit, amit igazából szeretnél. De a lényeg az, hogy van ez a pár kérdés, mit szeretnék, mi kell hozzá, elérhető vagy elérhetetlen, s ha elérhetetlen stádiumban van, hogyan tudom megkeresni vagy előteremteni ezt a cuccot. És hogyha felírod magadnak ezeket a kérdéseket és válaszolsz rájuk, és követel azt az utat, ami kijelölnek a válaszaid, akkor egy sokkal gyorsabb tempóban fogsz tudni fejlődni, és úgy fogod érezni, hogy ma játszottam egy jót, és holnap értelme lesz újra belekezdeni, mert közelebb kerültem ahhoz a bizonyos célhoz. Minél aprólékosabban tudsz válaszolni ezekre a kérdésekre, amit az imént hallottatok, annál tisztában válnak a célok és a lépések a nagyobb cél felé, hogy őszinte legyek. Nos, srácok, most már tovább nem húzom az időt, remélem, hogy tudtam segíteni. Köszönöm a figyelmet, Discord szerverünk a videó leírásában, bárki elérheti, aki szeretné. Facebookon kérdéseket várom szeretettel, videó leírásában kérdéseket várom szeretettel. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!